A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az év első nálatok Mizuját látják. A mai műsorba a Táska Rádió munkatársait hívtam meg, mégpedig azzal a céllal, hogy időről időre hírt adunk az ő eseményeikről, járunk náluk forgatásokon, de szeretnénk, hogyha egy kicsit jobban is megismerhetnénk őket, most erre itt van lehetőség és idő, úgyhogy a stúdióban köszöntöm, akkor innen indulok a bemutatással, Winter Diánát, akit szerintem nem nagyon kell bemutatni a nézőknek, a hallgatóknak, de hát majd azért mesélünk még erről bővebben. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen, azt majd akkor később elmondjuk, mert titulus most nem mondtam hozzá, de egy csomó mindent csinálsz, úgyhogy majd erre visszatérünk. Ollerinyi Tamás, a Táska Rádió programigazgatóját is szeretettel köszöntöm. Köszönjük a meghívást. És itt van velünk Vinkovicsné Arany Szabó Irén, kicsit hosszú névvel. Igen, így van. Mert ugye amióta nem láttalak, majd erről is beszélünk, igen. Amióta utoljára találkoztunk, az ott a férhez mentél, úgyhogy kicsit hosszabb lett a neved. Igen. De nagyon örülök, hogy itt vagy és láthatlak. Köszönöm. Nagyon régen találkoztunk ilyen bergekben. Igen. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Azt szerintem elárulhatom a nézőknek, hogy egy műsor kapcsán futottunk össze nemrégiben, és én azt el kell, hogy mondjam a nézőknek, hogy nekem nem volt még szerencsém nálatok járni azelőtt. A többiek azért szoktak menni forgatni, de valahogy rám még egy ilyen forgatás sem jutott, és hát én nagyon meg voltam lepődve, hogy nálatok mennyire jó felszereltség van, milyen szép az egész stúdiótok, ahogy van, és hát én nem gondoltam volna, hogy tényleg így kell elképzelni titeket, úgyhogy, és nem azért, mert mondjuk előítéletek, vagy bármi lett volna, csak hát egy kisebb rádiónak gondoltam, mint amennyit mondjuk ebben a városban megszoktuk, mint ahol már mondjuk korábban is dolgoztatok, de ezt szerintem teljesen meg lehet cáfolni. Dia, kezdjük veled, mert hát legutóbb ugye veled találkoztunk, és hát mint szerkesztője, illetve szerintem egy kicsit úgy az anyukája is vagy ennek a rádiónak, mondhatjuk így? Hát akkor két anyukája van, ugye az Incivel együtt, mert én aztán ugye az ő helyére kerültem, aztán erre nem kitérünk. A lényeg az, hogy igen, kicsit olyanok vagyunk, mint egy család, hiszen a gyerekekkel dolgozunk, ők azok, akik felépítik a műsorokat, és hát erről mondhatnám azt, hogy apu tudna többet beszélni, hiszen ő van ott a kezdetek óta. Uh-huh. Hogy miből lett igazából ez a csoda? Jó, akkor beszéljünk arról, hogy miből lett a csoda, mert ha jól tudom, a 2010-es évben kaptátok meg az engedélyt, illetve korábban már igen, az indulásra. Igen, 2010-ben indult a rádió, de 2009-ben kezdődött az egész történet, akkor egyébként még én sem voltam ott. A gimnázium két igazgatóját környékezte meg az egyik szülő, Szabadkai Balázsnak hívják, aki régi motoros itt a városon belül, elég sok rádióhoz volt köze, és a két igazgató urat környékezte meg, hogy hát mi lenne, ha lenne egy rádiótok, és hát nyilván az volt rá a válasz, hogy köszönjük, nem értünk hozzá, nincs hozzá semmink. És aztán addig-addig mondta Balázs, hogy majd ő segít, és vannak pályázatok, és segít kölcsönad dolgokat, stb., hogy aztán végül is összeállt az egész, és megpályáztunk egy frekvenciát, amit megnyertünk, ez egy kis közösségi frekvencia. Ez ugye azt jelenti, hogy nem az egész városban lehet sugároznunk, hanem egy kisebb közösségnek, de mondjuk manapság talán ez sem probléma, mert hogy interneten tulajdonképpen a világon bárhol lehet minket hallgatni. És aztán így indult el az egész. A gimnázium padlásának egy kicsi helységében mindig visszaemlékszem, hogy tényleg volt olyan időszaka, amikor beesett a hó abban a részben, amin közlekedtünk át, úgyhogy eléggé érdekes volt az első pár év, de aztán hál' Istennek kinőttük a stúdiót egy idő után, azt a pici helységet. Uh-huh. Ez milyen szakmai háttér jött aztán segítségként? A szakmai háttér az, azt gondolom, hogy ami nagyon kellett hozzá az, hogy kreatívak legyünk, illetve hogy merjünk feltalálni valamit, mert hogy így se nem iskola rádió ez, se nem kifejezetten csak rádió, hiszen nálunk ugye mi hárman vagyunk felnőttek, akik segítik a gyerekeket, de őket tulajdonképpen folyamatosan újra és újra kell képezni, mert hogy egy idő után elballagnak.
Bár vannak olyanok, akik akár 6-7-8 évet eltöltenek nálunk, mert tényleg általános iskolás koruktól ott vannak nálunk, és teljesen a részükké válik ez az egész millió. De ugye fokozatosan képezzük őket, és emellett biztosítanunk kell azt, hogy a rádió az a nap 24 órájában szóljon. Úgyhogy ez nem kis feladat, de azt hiszem, hogy is sikerült ezt így kialakítani, hogy tudjon működni. Akkor ha még mondjuk valaki nem hallott volna egy táskarádiót, miből áll az adásotok? Egy nap milyen műsorokkal jöttök, honnan szeditek a híreket? Egy kicsit úgy menjünk bele a részletekbe. Hát a műsoraink nagy része abból áll, hogy megkérdezzük a gyerekektől, hogy titeket mi érdekel, hiszen elsősorban a közönségünk azok ők. És gyakorlatilag már nem is kell kérdezni, hanem hozzák ők a saját érdeklődési körükből a témákat. Tehát van környezetszennyezés, van zene, tánc, sport, és akkor ezeket ők feldolgozzák, nyilván a mi segítségünkkel, hogy lehet jobban megfogalmazni, átfogalmazni. És végülis ebből áll a mi adásunk. Amiket ők szeretnek, hoznak témákat, akkor azokat segítünk felvenni, és akkor ebből áll a napunk gyakorlatilag. Tehát tulajdonképpen riportalanyokat is hoznak, és egyébként ők maguk készítik el ezeket a kisebb beszélgetős műsorokat? Segítséggel igen, van olyan, amikor ugye hoznak, van amikor mondjuk mi szervezünk, és akkor segítenek bele, mert hívjuk ugye őket, hogy vegyenek részt benne, tehát is mondhatni, igen, mind a kettő. És a hírszerkesztés része, az hogy működik? A hírszerkesztés részét azt talán mondhatom, hogy én viszem. Amikor ugye oda kerültem a rádióhoz, akkor mondták a Tamásék, hogy hát ezek a hírek, ezek nem feltétlenül olyanok, ugye, mint ami felnőtteket érdekli, és a híradóban látható hírek, hanem ez is inkább ilyen gyerekközpontú. Tehát ami őket érdekli. Tehát ez is zene, vagy környezetvédelem. Tehát ezt is fel kell mérni gyakorlatilag, hogy már zenekarokból, zenészekből is mi az, ami már nem annyira, mi ez az új. Tehát, hogy ezek is inkább ilyen színes hírek a híreink gyakorlatilag. És a zenei része? Egyébként ez hogy működik nálatok, hogy gondolom az engedélye kapcsán meg van határozva az, hogy mennyi szövegnek és mennyi zenének kell lenni. Nálatok ez hogy működik? Nálunk is... Csak úgy, mint minden rádióban, tehát minden rendes sugárzó rádióban van egy szerződésünk a médiahatósággal, ahol meg van határozva, hogy mennyi szöveges tartalmat kell előállítanunk, mennyi magyar zenét kell játszanunk egy nap, és akkor hát ezeket szigorúan vesszük és figyeljük, hogy ezek tényleg meglegyenek. Nyilván ez ugye nem annyira egyszerű, mert hogy a diákok jobb esetben kettőig, de már gyakran háromig ott vannak a suliban. Tehát, hogy nekünk elég kicsi időnk van arra, hogy előállítsuk a sok-sok műsort délutánonként, de azt hiszem, hogy így sikerült megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy ez így létre tudjon jönni. Bár vannak olyanok, akik szívesen ott lennének napközben is. Egyébként a híreket, azokat például délelőtt gyártjuk, mert hogy arra időnként elég egy vagy két szünet, de az összes többi műsor az délután keletkezik. Hát mert a hírek, tehát a hírolvasóink az iskolából való diákok, tehát ők megszerkeztem reggel a híreket, és akkor ők szünetbe jönnek, átolvassák és felvesszük. Tehát gyakorlatilag hírolvasóink csak a Láncosból vannak, mert így tudjuk megoldani. Tehát a délelőtt az a híreké gyakorlatilag. Mert hogy most ezt mondtad, hogy Láncosból, ugye azt szerintem el kell mondjuk, hogy a város minden iskolájából nyitottak vagytok arra, hogy érkezzenek diákok. Persze. Azt hiszem, hogy hetedikes kortól, vagy hogy van ez? Igazából ez koncepció volt az elején, hogy nem egy zárt dolgot akarunk csinálni, hanem egy olyan rádiót, ahova bárki bejöhet. És ez hál' Isten tényleg így működik most már 13 éve, hogy ha valaki szeretne hozzánk jönni, akkor sok szeretettel várjuk, és tudunk neki valamilyen feladatot adni. Vannak kisebbek egyébként, nem csak hetedikesek. Időnként van nyári táborunk, ott például ötödikes, hatodikas gyerekek is elképesztő adásokat gyártanak. Én szoktam mondani nekik, az egyik kedvenc rajzfilmem a Lecsó, szerintem ezt sokan szeretik, és ott az az egyik fő mondat, hogy főzni bárki tud. És mi meg azt gondoljuk, hogy kérdezni bárki tud, és amikor ezt is sikerül nekik megvilágítani, hogy tulajdonképpen valóban kommunikálunk akár anyával, apával vagy egymással, és az, hogy ott van egy mikrofon, az egy dolog, de az is szimplán egy beszélgetés. Podcastekkel mi újság? Mert hogy akkor már szerintem ez is a mai világhoz hozzátartozó dolog, és ti is fejlődtök, és nektek is van ilyen.
Egymásra nézzük, hogy ki beszél. Igen, ezt is elindítottuk egyébként. Szerintem egészen jól működik. Nyilván sokkal könnyebb visszahallgatni úgy egy adást, hogy valaki letölti a telefonjára, vagy tényleg akkor hallgatja meg, amikor kedve van. Szerintem ez egy érdekes reneszánsz, hogy ez így bejött újra, és hogy divat lett újra a rádiózás csak ebben az új formában. De szerintem ennek nagyon örülünk, hogy ez így is tud működni. És hát az interjú alanyok is mindig kérik, hogy amit elkészítünk felvételt, azt ők hadd használják ugye podcastként, és az nagyon jó, mert nagyon sokszor visszahallgatható. Nem mindenki tud éppen akkor műsort hallgatni, például a Hello Extra, ahol te jártál, ugye ez egy hosszabb lélegzetvételű beszélgetési műsor, 30 perc áll rendelkezésünkre, és ott mélyebb témák vannak, de most azt egy podcastben egyben meghallgatni megint más. A gyerekek, hát jó, most már azért valamennyi választ kaptam erre a kérdésre, hogy mennyire lelkesek, de gondolom, hogy akkor nagyon szívesen vesznek részt. Ugye a tanulók hány százaléka, vagy mennyi az a szám kb., ami elmondható, hogy részt szerintem vesznek? Most körülbelül 50-en vagyunk. Ez változik. Egyrészt mindig hirdetünk toborzókat, amikor lehet hozzánk jönni, és akkor egy ilyen mini tanfolyam után tulajdonképpen be lehet csatlakozni a rádióhoz. Most tényleg körülbelül szerintem 50-en vagyunk, és vannak hetedikesek, nyolcadikasok, gimisek is, sőt, vannak olyan egyetemisták, akik visszajárnak időnként, és adást készítenek, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ők is ezt így megtartották maguknak, és hogy visszahúzza őket a szívük. Ez remélem, hogy így is fog működni a jövőben is. Hát ugye azt beszéltük, amikor nálatok jártam, hogy azért van egy-két olyan név, akik például nálunk kötöttek ki, és hát szerintem mondhatom azt is, hogy akár országos médiumban, hiszen ha a Bukosz az italt emlegetjük, ő már az M5-nél van, tehát azért látszik, hogy ti is tudtok egy olyan táptalajt biztosítani, vagy egy ugródeszkát biztosítani, vagy alapokat biztosítani arra, hogy tovább lehessen jutni. Nem beszélve mondjuk a Bodonyi Daniról, vagy a Varga Zalánról, akik itt vannak nálunk. Igen. Tehát, és akkor még említhetnék jó sok embert tulajdonképpen. Hanti Marci, Hegyi Vivien, ők mondjuk még tanulnak, de már most a médiában közreműködnek. Vivien járt is nálunk, ugye, igen, a műsorban. Igen. Szerintem az a titok egyébként, hogy Ha megpróbálnánk nekik minden médiatudományt átadni, akkor valószínűleg elszaladnának azonnal. Viszont az sokkal jobb élmény, amikor akár az órák után be tudnak ülni a stúdióba, és konkrétan művelik az egészet, és úgyis menet közben lehet ezt megtanulni, mert egy tankönyvből, vagy egy jegyzetből, ha elé tennénk, hogy mit kell csinálni, meg mit mondj, meg hogyan mondja, szóval ez nem az a műfaj, azt gondolom. Így nálunk tényleg már nagyon picik is, nekem mindig ez a legmeglepőbb, hogy ők is tudnak igazából nagyon jó anyagokat csinálni. Nyilván mondjuk például a legkisebbek az a feladata, hogy mondjuk írjon 2 kérdést, hogy mit kérdezne mondjuk a Vadmadár kórház vezetőjétől, de tud írni kérdést is. Lehet, hogy olyan kérdést ír, amire mi nem is gondolnánk, de ő sokkal kreatívabb és sokkal inkább gyerekszemlélettel közelíti meg azt az interjú alanyt. És mi meg ezt hagyjuk neki. Szóval ez a titok, hogy ők csinálják, mi meg hagyjuk, hogy csinálják. És sose felejtem el azt, amikor Hello Extra-ban voltunk, és a Hanti Marcival vezettük a műsort, és így egyszer csak azt vettem észre, hogy én hátradőltem. És ő kérdez. Mondom, jó, semmi dolgom, hanem azért néha egy kicsit szólok. Vitte az adást, tehát egy ilyen harmadik adás után tudta. És olyan kérdéseket tett fel, ami nekem nem jutott eszembe. És igen, ugye ez azért nehéz, főleg egy olyan szakmában, ahol te is jól tudod, azért itt, ha te műsort vezetsz, akkor neked azt vezetned kell. Nehéz visszafognod magad, például nekem, hogy ne beszéljek annyit adásban. Itt például a Veker adás, ami a reggeli műsorunk, ott is az van, hogy ugye először, amikor beülnek első kis csapat, akkor nyilván én vagyok a líder, én mutatom, mit kell csinálni, és egy idő után lemásolnak. Aztán azt veszem észre, hogy jó, most már nem szabad megszólalnom, mert túl hosszú lett a megszólalás, és ez így nem lesz jó, és akkor kivonom magam. De hát ez a lényeg, hogy ők ezt élvezzék, és elkezdjék szeretni és csinálni maguktól. És kell egyébként a gyerekeknek, vagy mit vesztek észre, hogy kell-e olyan adottság, ami ehhez mondjuk felnőttként jobban kell? Most gondolok itt arra, hogy például, hogy szerintem régen nekünk nem voltak ilyen lehetőségeink, és ez egy nagyon nagyszerű dolog, hogy ma már tényleg ilyen 10-11 vagy
picit idősebb korban is el lehet ezt kezdeni, de mégis jóval fiatalabban, mint a mi generációnk, és hát akkoriban ugye még azt mondták, hogy hát kell ehhez egy olyan fajta stílus, egy olyan hangszín, azért legyen beszélőként, tudják kérdezni, nyilván ez egy alap. Most meg nem tudom, én azt gondolom, vagy ahogy látom a gyerekeket, ma már egyrészt sokkal bátrabbak, szerintem sokkal jobban mernek megnyilatkozni. Lehet, hogy ez egyébként a telefonos világnak, internetes világnak köszönhető, vagy nem tudom. De hogy már nem annyira szerények, mernek próbálkozni mindenfélevel. Meg hát, hogyha megnézzük, hogy TikTok videókat csinálnak ma már a gyerekek. Ugye? Tehát, hogy nem feltétlenül gondolom, hogy ti például megszabjátok, hogy na, akkor te most ilyen legyél, vagy olyan legyél. Nem, viszont nagyon érdekes a dolog, mert van olyan, aki adáson kívül csacsok, és ahogy beül a mikrofon elé, így elhallgat. Azt megfigyel, és egy idő után megnyílik. De van pont olyan típusú ember, aki meg nagyon csendes, és egyszer csak megszólal, és ez így annyira jó. De nálunk pont ez a lényeg, hogy nem arról szól, hogy mi most a jövő média munkatársait fogjuk kiképezni, hanem az elsődleges az, hogy merjen megszólalni, vagy kap egy cikket, elolvassa, és össze tudja foglalni. Tehát tulajdonképpen egy kicsit az érettség felé visszük őket, az élet felé, hiszen bemész egy bármilyen ügyet elintézni, ha nem jól olvasod el, hogy mit kell és hova kell írnod, hát ott ugye borul a sztori. Na most, hogyha ő sem jól értelmezi azt a témát, amiben mondjuk szeretne megszólalni, akkor az egész műsor hát kuka lesz, és kezdheti előről. Tehát itt igazából nyilván a tehetség akkor már látszik, ha valakiben alapból benne van, hogy határozottan oda teszi magát, megcsinálja és nézel, de van, akinek meg több idő kell, hogy megnyíljon, és esetleg akár egy tök jó műsorvezető legyen belőle. Nem tudom, amikor én egyszer próbálkoztam ilyennel, a rádió, hogyha visszapörgetjük az időt, még ez szerintem a 2009 környéki, vagy egy picit előtte levő időszak volt, amikor még a Jókai utcában voltunk, és akkor szánypróbálgatása volt még a Vörösmarty Rádiónak, akkor valahogy vettük át, de még nem volt ez teljesen körvonalazódva, hogy van jogilag, és na mindegy, szóval, hogy a Vörösmarty Rádió címén csináltuk, és egyszer-egyszer engem beültettek ilyen délelőtti műsorba, mert akkor volt azt talán, amikor te itt voltál nálunk, hogy minden, akkor tényleg az volt, hogy mindenki mindent csinált. Tévéztünk, rádióztunk, ha kellett, mondjuk én mintha a fogamat húzták volna, mert én valahogy egy ilyen képernyősként képzeltem el, bár azt gondoltam, egy idő után rájöttem, hogy de jó, mert a reggeli műsorban bemehetek úgy, ahogy akarok, és nem kell full sminkbe ülni, de valahogy én nekem nem az én világom volt. Tehát szerintem, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogy meg kell, gondolom, találni a médiának azt a világát, amit szeretnénk csinálni. Bár mondjuk nekünk hozzátartozik például az újságírás is. Nyilván megvan az, hogy melyik részét jobban kedveljük, vagy nem. Van, amit jobban szeret az ember, de hogy nektek, nem tudom, nektek volt ilyen választási lehetőség, neked talán igen? Igen, és soha nem felejtem el, a mai napig emlékszem rá, hogy amikor ugye elkezdtem a Fehérvár TV-nél, hát gyakornokoskodni, nem is tudom, érdekes volt, hogy ide csöppentem, és hogy akkor TV-be is, rádióba is kipróbáltam magam, és nekem is volt szerencsém a reggeli rádió műsorban is szerepelni. És akkor mondta nekem, ha mondhatom, a Szőlősi Attila kollégátok, hogy hát Inci, szerintem neked inkább a hírolvasás, hírszerkesztés, és én akkor meg voltam sértődve, hogy de hát a reggeli műsor, és hogy annyira szeretnék, és én is magam is rájöttem, hogy én nem az a vonal vagyok. Én inkább a hírek vagyok, akkor felolvasom, megszerkesztem. Valahogy ahhoz egy más típusú ember kell, akkor meg voltam sértődve, most már tudom, hogy mit látott, és hogy én is miben érzem jól magam. Úgyhogy igen, volt nálam ilyen például. Egyébként a gyerekeknél is így van. Szóval szerintem ebben az a nagyszerű, hogy a mikrofon mögé ügyesen el lehet bújni. Azt említetted, hogy így bátrabbak. Igen, vannak, akik bátrabbak, de szerintem sokkal kevesebbet beszélgetnek egymással, mert hogy a telefonjukat nyomkodják nagyon sokszor. És a kommunikáció is nagyon sok esetben ott zajlik, és még akkor is, ha egymás mellett ülnek, akkor is van olyan, hogy inkább írnak egymásnak, és nem megszólalnak. Úgyhogy ez tulajdonképpen néha azt érzem, hogy újra tanítjuk őket beszélgetni egymással, és nagyon nehezen megy például az elején az, hogy tudjanak egymásra figyelni, pont amit Dia említett, hogy nem csak az van, hogy én elmondom, amit el akarok mondani, hanem hoppá, ő meg akar szólalni, és akkor hagyom, hogy elmondja, és hagyom, hogy érvényesüljön.
Úgyhogy szerintem erre ez alkalmas. Ha lehet, hogyha kamerákkal támadnánk rájuk, akkor megijednének tőle sokan. Volt olyan lány, aki annyira félénk volt, hogy egyáltalán alig jött ki hang a torkán. És én például bevallom, ellene fogadtam, hogy azt gondoltam, hogy ő nem fog tudni még rádiózni sem, mert hogy annyira fél. És aztán a volt kolléganőm, akivel tulajdonképpen a kezdetekkor elindult ez az egész, Frauler Ildikó, azt mondta, hogy majd csak én figyeljek, majd ő. És igaza lett. Szóval, hogy a lány azt mondta, hogy annyira ügyesen tudott érettségizni, a tópartiba járt egyébként, és ő nagyon hálás azért, hogy 4 év alatt összegyűjtötte ott szépen nálunk a bátorságát, és hogy megdicsérték, hogy ő milyen szépen és összeszedetten tudott beszélni, pedig tényleg ilyen kis cincogó egérhanggal érkezett meg hozzánk, és aztán utána ez működött és megtanulta. Hát valahol egy kicsit ilyen retorika gyakorlat is ez, nem? Igen. Az is van benne. Hogy már erre is felkészítitek őket. Igen, de például volt olyan diákunk, akinek szükség volt segítséget hívnunk, tehát a logopédus segítséget hívtunk, meg hogy mivel, hogyan tudja fejleszteni magát, mert ő elhivatott volt, és a mai napig megy tovább, tehát hogy így, és nem adta fel. Pedig neki aztán nagyon nehezen ment az elején, mindig belegabajodott a saját nyelvébe, de csinálta. Tehát, hogy van ilyen elhivatott is, és ez is nagyon jó dolog. Sokszor van ez egyébként, sőt, lehet, hogy nem tudom, hogy ti mit gondoltok, de hogy nagyon sok olyan tehetséges diákkal találkoztunk, aki viszont semmilyen energiát nem akar beletenni abba, hogy ő fejlődjön, mert azt gondolja, hogy készen van, ő majd bemegy és ügyes lesz, és ez általában nem így működik. Én inkább azt gondolom, hogy az, aki hajlandó időt beletenni és energiát áldozni, sokkal tovább viszi, vagy sokkal messzebb tud eljutni, mert hogy elhivatottabb lesz, vagy megdolgozik a sikerért. Talán nem fog megkergetni, hogyha elmesélem, hogy például nekem az egyik idei csoda, van egy Tourette-szindrómás fiú nálunk a rádióban. És ő azt mondta, ő középiskolás már egyébként, és azt mondta, hogy hát neki az a vágya, hogy rádiós legyen. De hogy ugye a Tourette-szindróma az, amikor ilyen kényszeres mozgás van, vagy éppen valaki káromkodik, van, aki csak így egyéb hangokat ad ki. És azt mondtuk, hogy gyere! És önmagában ez, hogy ő kapott egy lehetőséget, hogy eljöhetett, és elképesztő fejlődésen mentek át. Szóval, hogy olyan szintű fejlődést értek el, és mondtuk is nekik, hogy ezt nem is gondoltuk, hogy ez tud így működni, és azt mondta, hogy annyit segített neki a rádió, hogy az órákon is sokkal koncentráltabb, és hogy sokkal jobban tudja ezeket a plusz energiáit féken tartani. Az de jó. És hogy miután meghallgatták a tanárai és az édesapja, az édesanyja az adásokat, hogy így egyszerűen nagyon sokkal több elismerést kap. És az, hogy igen, meg tudtad csinálni, és fantasztikus dolgokat hoztál ki magadból, tehát hogy az elismerést is megkapta, és ez is emelte őt, tehát hogy nagyon jó őket hallgatni, meg velük dolgozni egyébként. És nagyon jó visszahallgatni, amikor az első adások vannak, a próbafelvételek, és mondjuk évekre rá visszahallgatják magukat, és az úristen, ez én voltam? Vagy amikor kapsz egy üzenetet, hangüzenet Budapestről, hogy köszönöm, hogy megtanítottatok beszélni, az A elvetük, ugyebár. Szóval ezek nagyon, nagyon jó. És hogyha ti visszanéznétek magatokat az első száj próbálgatást, én emlékszem, én konkrétan úgy ültem az asztalnál, hogy szerintem eddig érhetett az asztal, egy ekkora váltöméses így ültem, és így, jó estét kívánok, egy kis cincogó hangot, abszolút nem a saját hangomon beszéltem. Igen. És hát ezt évekig igen. Néztem vissza folyamatosan, még akkor a VHS-en visszatekertem, hogy ezt komolyan így csinálom. És nagyon sajnálom, hogy nincs meg ez a kazetta, mert mai nap is elővenném megnézni. Ti is így voltatok a sorban? Nekem van egy általános iskola 8. osztály, és még ezzel a régi rádióval vettünk fel, nem is tudom, hol voltunk, Bodajk, nem tudom, rádió címmel, és én beszélek benne, mint műsorvezető. Szerintem ez, ahogy mondtad, ez meg kell találnod azt, hogy te önmagadba is el tudsz beszélgetni, akkor jó műsorvezető lesz, mert ugye el kell képzelned, hogy valaki ott van, akihez beszélsz. De ha nincs egy ilyen képzeletbeli barátod, nem vagyok örült, de ha nincs úgy elképzelésed, hogy kik hallgathatnak, akkor nem tudsz megszólalni. És ez az jó, amikor már tudod, hogy kikhez beszélsz. Tehát ugye nálunk a fiatalok, de tudom, hogy szülők is hallgatnak.
Több esetben volt olyan, hogy témázgattunk a Wekkerben tini dolgokról, és akkor odajött az anyuka, annyira jó, hogy elmondtad ezt, és most már értek mindent. Tehát, hogy ők is jobban megismerik a saját gyerekeiket. Tök jó. Visszatérve arra, hogy a szánypróbálgatások, amikor először kerültem rádióba, belőktek a reggeli műsorba, akkor így, hát ott az az improzás volt. Jó, mik a hírek, gyorsan mit beszéljünk? Jó, beszéljünk erről. És visszahallgattam, hát valóban akkor még barna voltam, és mindenki azt hitte, hogy szőke vagyok. Most már hozzászökültem a hanghoz. Mert hogy mindenki ezt nagyon csipogtam. Tényleg én is izgultam, meg remegett is a hangom. Meg valahogy, bocsánat, hogy közbevágok itt a választatokat, mindenképpen meghallgatjuk, csak hogy valahogy az embernek egy kicsit tényleg más, én legalábbis azt vettem észre, hogy aki olyan nagyon oda teszi magát rá, jobb, hogy valahogy úgy el is változtatja a hangját. Tehát, hogy lehet, persze. Ritka az, amikor tényleg teljesen úgy beszél, mint az valós életben. Rajta mindig röhögnek, amikor interjú alany jön, akkor bekészülök, és akkor elmondom, hogy 97-5 táskarát, és akkor teljesen más állítólag. Meg én ilyen levegősen beszélek, vagy nem tudom, hogy mondták, és hogy ez ettől más lesz. De szerintem ugyanúgy másképp beszélsz a szüleiddel, a gyerekeddel, a szerelmeddel, a szomszéddal. Tehát, hogy ezek mindennapos dolgainkban benne vannak, csak itt tudatosabb. No. Még akkor a válaszokat, az első szánypróbálgatásokra visszatérve válaszok. Hát tulajdonképpen nekem így a rádiózás az a táskarádióval indult. Úgyhogy ott a kezdeti bakik is tulajdonképpen ott történtek meg, és így nőtte ki magát ez az egész. Tehát ugye, hogy a gyerekek megtanulták annó, 2010-től ugyanígy tanultuk mi is ezt az egészet. Tényleg úgy csináltuk meg a rádiót az elején, hogy fogalmunk nem volt róla, hogy kell rádiózni, vagy hogy mitől lesz jó, vagy mitől lesz hallgatható az egész. És hát aztán ez így formálódott az évek során. Most már a műsor struktúra sem ugyanolyan, mint korábban volt, mert hogy egyrészt változtak a gyerekek is, tehát hogy nem gondolom azt, hogy most egy 10 éves le fog ülni egy rádió elé, amit beteker a 97.5-re, és akkor ott ül egy órát, és meghallgatja majd, hogy milyen remek adások készülnek. Szóval, hogy ez is már sokkal inkább felgyorsult, úgyhogy ehhez így hozzáidomultunk, és hát igen, szerintem megtanultuk így a gyakorlat útján, ugye, hogy a gyerekek is gyakorlat útján megtanulják. Irén? Hát engem belöktek a rádióba és a tévébe, mert volt nekem egy nagyon kedves barátom, aki még a tévének a vasárnap esti gyerekműsorában szerepelt, és akkor ő már elment főiskolára, vagy középiskolára, nem is tudom már, hogy volt, szerintem főiskolára, igen, és mondta, hogy hát keresnek helyette embert, hogy próbáljam meg. És akkor bejöttem, és akkor az akkor igazgató azt mondta, hogy hát nagyon jó, csak hogy én már öreg vagyok a gyerekműsorban. És mondtam, hogy hát semmi baj, de hogy ő kitalálta, hogy mit tudnék csinálni, egy kedves barátnőmmel voltam. És akkor hát a reggeli rádióműsort, meg a tévéműsort. És akkor így álltam ott így, nem is tudom, 18-9 évesen, hogy oké, semmi előképzettségem, semmi nincsen, tehát, hogy de csináljuk. És akkor így minket is, hogy belöktek először a rádióba, hogy akkor így kéne, ezt kéne, így kéne csinálni, ezt szokták mondani, stb. És akkor így egy kicsit így próbálkoztunk, és akkor ugye kaptam, hogy hát lehet, hogy akkor nekem inkább a hírolvasás, de onnan ugye átkerültem a TV reggeli műsorába, és akkor ott nekem azért megszakadt a tévés rádiós történet az életemben, mert ugye másfele mentem tanulni, és itt a Táska Rádiónál kezdtem újra akkor dolgozni és tanulni minden gyakorlatilag. Uh-huh. No, hát ha már így visszamentünk akkor a múltba, akkor egy picit beszéljünk tényleg arról, hogy honnan indultatok. Most nagyjából elmesélted, és ha már akkor, na, szerintem visszaadom a szót, hogyha nálad vagyunk, hogy ugye mondtad, hogy itt voltál, ez mennyi ideig tartott? Fú, nekem most így visszanézve nagyon sok időnek, de nem volt olyan sok idő, tehát szerintem egy fél év. És velem fél év alatt annyi minden történt, hogy de tényleg, tehát fiatal gyerekként mindenbe így belecsöppenni, és mindenkitől segítséget kaptam. Tehát, hogy én egy fél évet voltam itt, de tényleg éveknek tűnt, mert annyi információt kaptam, annyi mindent kipróbálhattam, hogy igen, fél év talán, amikor tehát itt akkor voltam. Te ilyen középiskolásként, és akkor... Vége, érettségi után, mert én akkor a színház tanodájába jártam. Igen, erre akartam kiukadni, hogy azért párhuzamosan volt egy ilyen másik szánypróbálgatás, ami azért tartott egy ideig nálad. Igen, ugye színész papíron van, elvégeztem itt a színházba, és akkor itt voltam egy évig a színházban, aztán a pesti társulatoknál is.
voltam, és utána kerültem a rádió közelébe gyakorlatilag, igen. Tehát, hogy én a színházi tanulmányaim mellett kóstoltam bele a tévébe és a rádióba, és így nem tudtam eldönteni, hogy most akkor engem most mi a jobb, vagy mi tetszik jobban. Uh-huh. De aztán most már... És mi döntött, vagy mi az, ami emellett szólt neked? Mert azért a színészet azért az egy nagyon nagy dolog. Igen, csak már akkor is abban gondolkodtam, hogy most vagy családot szeretnék, vagy színészi pályán szeretnék menni, ahol lehet, hogy kevesebbet, sőt biztos, hogy kevesebbet látom a gyerekeimet, nem tudok olyan családi életet élni, és akkor ezért azt úgy elengedtem, hogy akkor jó, oké, akkor azt nem tudom úgy végigcsinálni boldogan életem végig, mert vagy ez, vagy az, tehát vagy a család, vagy a szakma, és akkor ugye jött a felhívás a Táska Rádiótól, és jelentkeztem, hogy hát akkor ez engem érdekel, és ugye akkor a fél év alatt ugye belekóstoltam, és mondtam, hogy hát nem lehet az akkor már annyira új, ismeretlen számomra, hogyha fél év alatt itt azért valamit összecsipegettem, és akkor jelentkeztem. De az is nagyon érdekes volt, ahogy ide kerültem. A meséld el, légy szíves. Hát az igazgató úr, ami egy fodrászhoz jártunk. És kicsi a város, ugye? És amikor mentem a fodrászomhoz, és tudta, hogy ilyen váltáson megyek keresztül, hogy szeretném a színházat kicsit leadni, de hogy ilyen vonalon szeretnék menni, tehát hogy ezek is érdekelnek, és mondta, hogy hát itt volt a Láncosnak az igazgatója, és hogy hát, hogy próbáljam meg, mert hogy keresnek embert. Mondtam, hogy oké, próbáljuk meg. És akkor jelentkeztem először, akkor meghiúsult a történet, nem is tudom, hogy mi volt az oka. És akkor másodszorra meg, akkor sikerült. Yeah. Azért ez visszafele is vicces történet, szóval amikor a gimnáziumunk alapító igazgatója, Lovranics József azt mondja, hogy a fodrászom küldi ezt az embert, és akkor ő majd jó lesz a rádió. És akkor, hogy? Honnan? De ez aztán igaza lett. És akkor azóta te ott vagy tulajdonképpen, meg hát azt azért elmondhatjuk, hogy családos anyuka lettél azóta. Igen, igen. Két kisfiú? Két kisfiam van, igen, a nagyobbik 2017-ben született, a kicsi pedig 2020-ban, úgyhogy... És akkor a család mellett ez most így így van, is. Így van, meg igazából, hogy engem érdekeltek a gyerekek is, és ezáltal a gyerekek is benn vannak az életemben, tehát a diákok. Tehát mint a kis korosztály otthon, és a nagyobb korosztály a munkahelyemen. Úgyhogy így... Készül a tini korra, tudod? Igen, igen. Edzi magát. Nálad hogy alakult ez aztán, hogy ott oda kerültél a rádióhoz, mert azért neked is van egy előzményed. Ha jól tudom, akkor te a Néptánc Fesztiválban is közreműködtél. Igen, korábban. Igen, az elég sok évig tartott. A királyi napokon dolgoztam, először tolmácsként egyébként, és akkor utána meg fesztiváltitkárként. Ez majdnem 20 év volt spanyol egyébként. Spanyol tolmácsként egyébként? Angol tolmácsként. Angol. Mert spanyolul is beszélsz, ha jól tudom. Egy picikét. Uh-huh. Inkább csak megértem most már, sajnos. De igen, egy darabig aztán utána működött ez párhuzamosan, és aztán lett belőle a rádió. Uh-huh. És hogy lettél programigazgató? Ez tulajdonképpen... Szóval, hogy ez egy érdekes történet nekem, és egyszer meg is kérdezik, hogy lesz az ember programigazgató, hogy így kinevezik és kész, és hát tulajdonképpen igen. Az én esetemben így volt. A nagybátyám keresett meg, a gimnázium egykori igazgatója, Lovranics József, hogy indul egy ilyen projekt, és hogy van-e kedvem részt venni benne. És akkor kérdeztem, hogy és ebből jelenleg mi az, ami van? És mondta, hogy hát van egy frekvencia pályázatunk, úgy néz ki, hogy ez sikeres lesz, vagy legalábbis bízunk benne, és hogy a semmiből kellene felépíteni a mindent. És aztán így indult el a történet. Korábban említettem Fraller Ildikót, vele együtt született meg ez az egész, és vele együtt alakítottuk ki ezt az elején. És mondom, ahogy mondtam az előbb is, hogy tulajdonképpen folyamatos tanulás volt, meg még szerintem a mai napig ez van, hogy folyamatosan tanulunk és próbálunk fejlődni. Ugyanez volt a stúdiónkkal is tényleg, hogy annó beesett a hó, és aztán rájöttünk, hogy hál' Istennek van rá igény, és nagyon jól tud működni az iskola és a rádió szimbiózisa. És aztán így hál' Istennek lehetőségünk volt arra, hogy kibővítsük, és az a padlástér, ami korábban húzatos volt, az így be tudott épülni, és most már tényleg az otthonunká vált. Dia?
Na, ha hát, kezdjem? Nem mennyi tudom. Az idő? Azt tudom, hogy a Kodolányira is jártál. Igen, hát ott végeztem, igen. Igen, német tanárként. Német nyelvtan és kommunikáció szakon. Tehát én végül is a szakmát az újságírástól kezdve a televíziózáson, ebből élek. Szóval a televíziózáson át mindent is megkóstoltam. Voltam egyébként a Fehérvár televíziónál is gyakorlaton, és igazából én a gyakorlatok során jöttem rá arra, hogy hozzám a rádió áll úgy közel, de nem abba az irányba mentem el, hanem én a PR-re szakosodtam, végeztem, aztán elkezdtem dolgozni egy autókereskedésben marketingesként. És igazából nekem onnan indult el a rádiós szakma, ott az akkori Fehérvár Rádió megtalált, hogy mondjam már fel a hirdetést, jó, akkor most mondjak már be egy időjárást, és akkor felhívtak, hogy akkor most hétfőtől jönnél műsort vezetni, mondom, micsoda? És így kerültem a rádióhoz. Ez hosszú évekig tartott, hosszú. Ugye? Hát igen, 2004-ben kezdtem, és igen, és most gondolkodom, hát a gyermekeim születéséig, 2009 volt az utolsó, amikor még szülinapon ott műsort vezetem, aztán utána nem, és 2010-ben született meg az első gyermekem, amikor is jött egy telefonhívás Olerinyi Tamástól, tehát ja, nem akarsz rádiózni? Hát mondom, most szültem már. Nagyon emlékszem arra a beszélgetésre, nagyon sok mindent így beszélgetünk, hogy hogyan rádióztam én, mit csináltam, tehát végül is egy kicsit ott voltam a kezdetektől, de mégsem. Uh-huh. És aztán mondtam, hogy hát most nem. És akkor ez így is maradt, de aztán voltam, az első élő Wecker adásban ott voltam. Igen, igen, szóval mindig hívunk segítséget, és tényleg nagyon-nagyon sokan segítettek nekünk az évek során. És a Dia is így került oda először, igen, hogy segített abban, hogy így egyáltalán hogyan kell élő műsort csinálni, és az mitől lesz jó, meg mitől tud működni. És aztán igen, ebből egyszer csak lett az, hogy aztán eljött hozzánk. Uh-huh. Miután aztán ugye Inci kismama lett, akkor nekem meg lehetőségem volt, hogy akkor mehetek oda, és akkor mondtam, hogy akkor csináljuk. Uh-huh. Úgyhogy így kerültem. De azért azt is mondjuk el, hogy nálunk is voltál. Jó, igen, persze, voltam. Volt egy ilyen időszak is. Igen, voltam. Hát ugye ezért a három gyermek egymás után jött két évente. Sasvári Csilla szoktam mondani, hogy jó, betervezted. Hát nem, de így jöttek. De alapvetően, igen, és a kislányom születése után mindig éreztem, hogy kell benne maradni a körforgásba, hogy ne csak a gyerekdalok legyenek a fejembe, és így tudjak beszélni még később is, hogy kell az impulzus, és jó volt visszajönni. Így egy fél évet visszajöttem hétvégézni a Vörös Martihoz. És valamiért utána sokkal több időre emlékeztem. Fél év volt pedig csak. De nagyon szerettem egyébként. Nyilván, ugye, amit mondtam, hogy én magamban is elbeszélgetek, de ettől még nem vagyok bolond. És a tanítás rész az hogy jött? Hát én ugye a német nyelvtanári szakot elvégeztem, de sosem dolgoztam rendszerben. Valahogy az iskola rendszer, elnézést kérek, nekem nem ment. Valahogy nem tudtam ezeket a rendszereket elfogadni. Magántanárként tanítottam, de nem olyan sokat. És aztán itt a suliban, itt mindig valami csoda történik tulajdonképpen. Volt az, hogy egy német nyelvtanár felállt hirtelen családi okok miatt, és megkért az igazgatóság, hogy ugorjak be, hogyha lehet, hogyha vagyok annyira készen állok arra, hogy most akár megkapok két osztályt, és álljak be. Hát mondom, jó, nézzük meg, pár hónapról van szó, hát ez most már 4 éve. És azóta osztályfőnök is lettem. De nyilván nehezebb lett a sztori abból a szempontból, hogy én kettős ügynök vagyok, tehát lent magázódunk a gyerekekkel, fönt meg szia, Dia, mert ugye te is beleférsz, ez egy tegező formula. Uh-huh. Úgyhogy, de működik, csak valóban sokszor azt érzem, hogy most nem tudom éppen milyen titulusomban vagyok, mit kell csinálni, de helyre rakom. Uh-huh. Úgyhogy így igen, így jött a tanítás is. Most felteszem ezt a kérdést, hogy nálatok mizu. Tehát, hogy hogy eljutottunk a napjainkig, és most újraindult ugye az iskola is, most mi újság a házatok tájéken? Milyen tervek vannak az idei évre? Ugye mostanában volt ez a bővülésetek, hogy tényleg megszépült a stúdiótok, tényleg gyönyörű, én elmondhatom a nézőknek, hogy tényleg nagyon szépen megcsináltátok. Most milyen tervek vannak? Hát az egyik terv az, hogy újra fogunk castingot tartani, meg toborzót. Nem, sose tudjuk, hogy hogy hívjuk igazából. Hívtuk már ilyen nyílt napnak, igen, meg egyebeknek, de tulajdonképpen tényleg arról van szó, hogy bárki, aki kedvet érez, az jöjjön el hozzánk, és akkor próbálja ki, ha csak annyi
szűr le belőle, hogy milyen az ő hangja, és vissza tudja magát hallgatni, már szerintem akkor megéri. Úgyhogy szeretnénk bővíteni a stábot, mert hogy igen, sokan vagyunk, de sajnos ezeknek a gyerekeknek egy része nem sokára érettségizni fog, és aztán elmennek az ország vagy a világ különböző pontjaira, úgyhogy ez például egy tervünk, hogy ismét bővülünk. Lányok, nektek? Vagy most mindenki a helyén van, és rendben van minden? Én úgy érzem, hogy én igen. Tehát, hogy én most jól érzem magam. Ugye a második szülésem után én nemrég jöttem vissza, tehát most márciusban lesz egy éve. Úgyhogy én most helyemen érzem magam. Több gyerköc nincs tervben? Ezzel szoktak ijesztegetni, hogy ez nem vicces. Amit beszélnünk kell, ez nem jó. Nem, nincs. A többi középiskolás gyermek jöhet, meg általános iskolás, így örökbe fogadom őket arra az egy órára, amíg ott vannak, és akkor mennek haza. Úgyhogy nem. Azért ugye el szoktunk gondolkodni azon, hogy mi így szőkék vagyunk ott fönt hárman, és hogy szegény Tamás hogy bírja. De egész jól bírja. Én szerintem ez nagyon jól működik egyébként, mert ugye az emberek természetesnek veszik azt, hogy szól a rádió, mert bekapcsolom, és ugyanezt gondolom a tévével is. De hogyha valami baki van, akkor az rögtön feltűnik, hogy hoppá, itt valami nem működik. Ez azért így a háttérben rengeteg munka. A tévé is gondolom, és a rádió is, hogy minden ott legyen a helyén, és minden jól szóljon, és akkor szólaljon meg, amikor kell. Úgyhogy igen, nálunk szerintem most ideális a létszám. Volt, hogy ketten voltunk, akkor azért sokkal küzdelmesebb volt, de ez így most nagyon jól működik. És hát persze vannak terveink, tehát például az önálló műsorvezetést szeretném a gyerekeknek egy kicsit jobban elmélyíteni, hogy ez a délutáni műsorsávunk a BPM, ahol ilyen rövid konfokat fognak majd csinálni, mert erre nem jutott ugye idő, amikor csak ketten voltunk, mert annyira mindent is, hogy meglegyenek, amit muszáj, ugye a hírek, adások frissüljenek. Úgyhogy erre megyünk rá, meg hát nyilván lesznek még újdonságok, de nem lehet mindent elárulni, mert kell a meglepetés erejével is élni. Akkor majd elmegyünk és leforgatjuk. Reméljük, hogy képileg is meg tudjuk mutatni, nem csak hangban. Nagyon a végéhez közeledünk a műsorunknak, de szeretném mindenképpen, ha már a bakikat említetted, hogyha esetleg most így hirtelen tudnátok mondani olyat, ami olyan jellegzetes, vagy nagyon, nagyon nevettető, vagy nagyon emlékezetes volt számotokra. Hát az egyik DJ műsorunkban volt szerintem az egyik legviccesebb eset. Igen. Ugye mindig elmondjuk a gyerekeknek, hogy persze nem, hogyha nem élő adás van, akkor azért tudunk kozmetikázni, de a stúdióba tilos káromkodni, meg úgy egyébként sem preferáljuk ezt a dolgot. És a DJ műsor az viszont élőben ment, és nyilván a DJ-nk abszolút tudatában volt annak, hogy nem káromkodunk bele a mikrofonba, és ő nem is káromkodott bele a mikrofonba, hanem amikor elmondta, hogy ja, az egyik haverommal is mondta, és amikor ott voltunk, hogy az hűha, de jó volt, csak ezt egy más szóval, akkor viszont megfeledkezett magáról, de hát mi sikítottunk a nevetéstől, hogy így belekáromkodott, és hát sajnos ez így megesik, de hál' Istennek nem lett belőle probléma. Nálatok lányok? Fú, én nem tudok kiemelni egyet. Ja, sok van? Sokféle, igen. Nekem meg nem jut eszembe egy sem, tehát hogy így nem akkor biztos te tökéletesen volt. Végzed a munkát. Nem feltétlenül. De amióta visszajött, szerintem milyen művész lelkek, akik így sodrodunk, és így felvesz a flow, és majd ezt így alakítjuk, és azt úgy. Na ő a, így legyen, jó? Ő jó. Picit, tehát kell az, hogy ő minket visszalent a művészeti oldalról, hogy legyen rendszer, azért ő jobb a híre. Tehát, na, ezt el kell mondani, hogy amikor én csináltam a híreket, mindig úgy kellett lasszóval keresnem a gyerekeket. Jó, majd jövök. És akkor igen, ez olyan, mint a, tudod, az ember meg a kutyája, hogy hasonlítanak. Tehát a hírszerkes ilyen laza, hogy jó, majd megcsináljuk a híreket, akkor a hírszerkesztő, aki jön olvasni, ő is ilyen. Na hát, Incinél megvan a szigor, és meg is vannak a hírek. Időben. Nem szigor. Ja, bocsánat. A rendszer. A rendszer, igen. Meg az a jó, hogy hárman vagyunk, és ugye minden gyerek megtalálja magának anyut vagy aput. Tehát, hogy valaki a diához megy panaszra, valaki hozzám, valaki a Tomihoz, tehát, hogy és ugye hírszerkesztőket az úgy sikerült úgy összeválogatni, hogy nekik tényleg csak én vagyok anyu, és amikor én nem vagyok, akkor a diának nem is jönnek. Kell őket keresgetni, hogy haló, miért nem jöttél? És ja, elfelejtettük. Hú, hát nagyon jó volt, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
jó kis beszélgetés volt, és azt szeretném, hogyha minél többet tudnánk a jövőben is beszélgetni. A nézőknek pedig azt kívánom, hogy menjenek el hozzátok, illetve vigyék a gyerkőcöket, illetve menjenek maguktól is, és itt ez tényleg egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kipróbálják magukat, és tényleg én most sokkal többet hallottam arról, mint amennyit gondoltam erről, ennek a hátteréről, de most tényleg látszik az, hogy ti tőletek nem csak a rádiózás alapjait tudják megtanulni, hanem tényleg az életbe való kilépést is tulajdonképpen, mert a kommunikáció az egyik legfontosabb szerintem a mai világban. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Ez volt a Nálatok Mizu. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.